gabonárak 2022-es szárnyalása után a 2023-as év fordulatot hozott ezen a téren. Tavaly minden termelő azt figyelte aggódva, hogy az alacsony árak miatt egyáltalán jövedelmező lesz-e a gazdálkodás. Ez volt az egyik téma a Szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. Júniusi hódmezővásárhelyi bemutatóján is. Potori Norbert, az Agrár Közgazdasági Intézet agrárgazdasági igazgatója elemezte a kialakult helyzetet. Az árzónás önmagában nem meglepő, ha a történelmi mintázatokat megnézzük, egy-másfél évnél tovább egy ilyen, mondom, a szót, buborék nem, sem szokott létezni. Tehát igazából egy árbuborékkal szembesültünk, ennek az árbuboréknak a kialakulásában Észak-Afrika, Közel-Kelet, illetve az ott gerjedt hiánypszichózis játszott közre, ez volt a kiváltó, és ezt lovagolta meg a befektetőitők, és utána a határidős piaci mechanizmusok, amelyekben nem szeretnék bele mélyedni. De a lényeg az, hogy amin árszintre mi visszatértünk, az most már a piaci fundamentumok által diktált szint közelében van. Ez nem jelenti azt, hogy nincs benne még lefelé potenciál. Ez az egyik dolog. A másik, amit ki kell emeljünk, hogy bár az ilyen árbuborékok kialakulásánál megfigyelhetjük, hogy bizonyos input anyagok, vagy az input anyagok gyártásához felhasznált nyersanyagok ára is meglódul, ez azonban nem jelenti azt, hogy a piac ezeknek az árának az emelkedését elismerni a terménypiac árak emelkedésében. Véletlenszerű, igazából nem véletlenszerű, hiszen van okokozati összefüggés, de nem ilyen jellegű, ami miatt ezeknek az ára is megugrott. Tehát ott is vannak olyan piaci történések, amelyek az árak emelkedését indokolták, többek között a szállítások akadozása, vagy valamilyen egyéb, mondjuk úgy, kereskedelmet korlátozó intézkedés bevezetése. Na most sokan mondják azt ugye, hogy az ukrán gabona okozta ezt a hatalmas áresést és ezt a hatalmas dömpinget, ami most éppen a piacon megjelent a gabona területén. Akkor most ez nem így van? De sokan mondják, és sokan mondják, hogy nem így van. Az tény, hogy rendkívül nagy volumenben érkezett be Ukrajnából búza, kukorica, napraforgó mag, repce az eddig is, és egyébként repce magból, Ausztráliából már több érkezett, mint Ukrajnából. De kukorica érkezett Brazíliából is nagy volumenben, és a következő hónapokban Brazíliából fog még beérkezni. Kukorica esetében az Európai Uniós mérleg úgy néz ki, hogy a zárókészletek nem érik el azt a szintet, mint egy évvel korábban, tehát önmagában az ukrán kukorica beáramlása nem okolható az árak zónásával. A világpiaci helyzet az, ami tulajdonképpen az ár szinteket diktál, és a világpiacon egy árbuborékot figyelhetünk meg, mint ahogy azt korábban mondtam. Úgy néz ki, hogy nagyon nagy eladatlan készletek fognak fölhalmozódni a termelőknél az őszi kalászosokból. Na most nem lehetne megoldás erre esetleg egy intervenciós fölvásárlás? Ugye volt korábban, te is emlékszel rá, amikor beléptünk az Európai Unióba, akkor a kukoricában volt egy ilyen intervenciós felvásárlás. Nem lehetne ez esetleg megoldás? Hát lehet megoldás, de az Európai Unióban akkor lehet szó gabonapiac intervencióról, hogyha az árak egy bizonyos szint alá csökkennek, egyelőre nincsenek azon a szinten. Illetve még korábban ez egy automatizmus volt, most a bizottság dönt arról, hogy bevezessen-e ilyen intervenciót vagy sem, és hogy az Európai Unió mely régióiban és milyen időszakra.